szívesen volna, csak hogy Igen. gyakornokként most jelenleg az aktivitásom a lényeg, nem? Sára, majd kiveszed az adatbázisból. Jaj, mindjárt megcsinálom. Most igen, annyi a lényeg amúgy, hogy neked annyi, hogy itt van a többiek, és tanulni kell igazából tőlük. Hogy miket kell mondani, meg minden. Az a baj, hogy amúgy nagyon sok mindent tudom, csak akkor fogsz megtudni, amikor feljel képsz. Csak tudod, így nagyon-nagyon sok ember jelentkezett már hozzánk, és nagyon sok ember ki is morzsolt. Ez jó volt, kerestünk körülbelül egy óra alatt $700. Az, az nem sok. Hát jó, de most érted, most legalább rá tudtuk valakire sózni az adát. Az is itt állt volna egy darabé. Az lehet. A Chopper meg úgyis meg akarja venni más is. Meg Leont kéne szerezni, azt el akarják vinni sokan. Igen, meg a Szultánt is nagyon szeretik. Aha. No, de ő oda megyek a csávokámhoz, hogy mit szerette. Mennyi, mennyi. My best friend. Azért mondom, hogy még így is ki tudták használni, de... Na mindegy, gyere még, befejezés követnek. Itt lenne egy olyan szóba. Ez is egy elegy? Aha. Ennek nem döntött a kereke. Nem. Csak azt nem értem, hogy miért fehér most rajta a felni. Mert amúgy feketének kéne lennie. Másik kérdésem meg az lenne, hogy ajtókat kell-e így zárni? Nem. Igazából csak ezt az egyet tudod, ezt nem szoktuk, mert nagyon sokat gátol. Meg amúgy, tehát, hogy nincs itt semmi, amihez hozzáférnének random emberek, úgyhogy igazából... Hát rendben, csak ott vannak kell. Azok a szép narancsok, meg kávé, nehogy valaki elvigye. Ja, hát hogyha valakinek az kell, akkor menjen. Isten hírével tudod. Így van. Rendben akkor. Na, kulcsokat meg kincs. Majd onnan elveszem a... Niko? Ki a Fledzer, srácok? Ez autó? Igen, igen. Ez Mikey. Ez Mikey? Mikey később lesz. Ó, akkor nem lehet ezt tőle vinni. Igen. Hát nyitva van? Hol vagy? Elem van. Jaj, akkor mindegy. Esetleg még ott. Akkor igazából Janis, már egy kicsit. Janis? Igen? Visz az úrral csináltatni ruházatot. Igen, igen. Gyere! Megyek. Menjünk az enyémmel? Nekem mindegy már. Hello, Niki. Hello. Kökényimre, köszi a lájkot. Felvettük kollégát gyakornoknak. Ja, itt a srác volt, aki... Jaj, Johnnak hívják, és ő is Olaszországból érkezett. Én is. Na, egyre jobban gyűlünk. Nient reprezentre, signore avanti, cocolare mone giaro. Hiha. Igen. Molto bene. Nagyon jól vágod. Tanultál olaszt? Vagy lehetett onnan szerpa? Hát a szülők. Aha.
szép nyelv lenni, de spanyol szebb lenni szerintem. Hát az majdnem ugyanaz a kettő. Nikó, itt vagy? Sőt, még ja. A dominátor, román, spanyol és olasz, ez mind megértik egymást. Most sem csak menni. 5-10 percen belül ott vagyunk. Az igaz lenni. Hello! Tudtok segíteni? Hello! Parancsolj! Motort szeretnék vásárolni. Motor van eladó itten. Hú, bázd meg, ikrek vagytok. Nem vagyunk ikrek, tesók vagyunk csak. Ő két évve idősebb, mint én. Milyen motor érdekel titeket? Sanchez vagy BF400? Sanchez nincs, BF400 van, igen. Abban van kettő? Hát ez jó kérdés, az... Actually meg... van, csak szerintem nincsen tulajvárosban. A szomorú, nagyon szomorú. Hát, ja. A pont azt hiszem kettő van, mindjárt megnézem, kitnek nevén lenni. Jó. BF400 van itt. De kettő kell. Hát egyet megvesztek itt, egyet meg a boltba. Az nem pálya. Mi ez tuningos szerintetek? Azt hiszem, hogy alap, ha jól tudom. Meg tudom mondani egy pillanat. Mondd már meg nekem, akkor légy szíves. Nem, mind a kettőnek gazdája itt lenni városban. Az egyiknek azt hiszem kettes motor van benne. Az az alap, az az alap. Akkor igen. A másik... Na mi van most, Mare? Várja már. Pillanat. Ja. A másikban nincsen semmi, szóval konkrétan egyikben sincs semmi tuning. És mennyi áruljátok őket, mennyi adjátok őket? 4000 dollár. Na, veszem is. Na én is. Ide tudod hívni a izét? Igen, szólok nekik. Papíros, okay. Egy most ne. Mi van? Ez Nikó meg Janis. Gyere, hozzunk pénzt addig el. Igen. Gyere. Majd 4000. El kéne adni pénzt. 4000 akkor biztos, nem 3500? Nem. 3900? Nem. Mert úgy jelentek, hogy visszakérnek telepre. 4000-et mondtál nekik? Ja, mert az lenni most akciós ár. Aha. Okay. Amúgy én csak az árlistát látom, ugye? Én most a jelenlegi dolgokat, hogy mi van a telepen, azt nem látom, ugye? Igen, de erről mindjárt teszek is majd lépéseket, hogy beláss máshoz. Csak az a bajom, hogy táblázathoz én meg egyéb dolgokhoz nem tudok hozzáférést adni, szóval mindent Sergio-nak kell csinálnia. Ja, jó. És most nem akarom baszogatni. Mert én csak azt látom, a bolti árat látom, ugye, meg... Most például ráment a Motorcyclesre, és akkor itt van, hogy Diabolus Custom 6500, a bolti ár meg 8000, gondolom ez ja, a 6500-et évesszük be, és... Vagy nem? Nem, 6500... az akciós állista, az teljesen lényegtelen, ez teljesen más, azt jó. Én írtam. Jó, jó. Ott igazából csak leírtam a leegyszerűsítve, hogy ott már, azok már mind megvannak nekünk, tehát az nem az összes típus, az csak az, ami van itt telepen. Majd így és összeírtam, hogy mennyire adjuk el akciósan, és ami mennyi lenne boltban. Meg hogyha van benne valami tuning, akkor odaírtam mögé. Jó. Úgyhogy a nektek az könnyítés, de hogyha beveszünk valamit, akkor az teljesen más tészta már. Az másik táblázat, csak ahhoz meg majd Sergio ad hozzáférést. Na most mi van akkor? Na az a helyzet, urak, hogy érkeznek az urak, csak... Sok idő. Hát egy pár perc biztos. Az idő pénz. 5-10 perc, tudom, bocsánat. 5-10 perc, mennyiket vonunk le akkor percenként? Na, azért... Csak kérdem. Nekem mennyi, akkor 4000, akkor 4000, 3800 elviszük. Nem. 3800 elviszük őket. 3800, 3900. Nem. Miért nem? Nem, mert nem akkor képes. Jó, figyelj, ha 32-re nem érjed, akkor 3900. Meddig? 8 perc. Ha 32-re nem érjed, akkor 3900. Ja, hogy nem. Akkor 3900, igen. Nem így működik. Akkor miben vagytok benne? De most figyelj majd el. Mondd. Jó a pólód, Mare. Ugye? Ja. Kizetnél, jó napot, hölgyem, amúgy a hölgyem magasabb, mint ti, amúgy csak mondom. Mert magas sarkóban van. Hát, annyit az nem dob rajta, alé. Nézed már, fentről lefele. A legkisebb. Hát. Ő a férje, ura, a hölgyem. Nem, férjem nincs itt telepen. Még, ki maga? Én lenni Sarah Sloan. Tessék. Tulajdonos. Sloan.
Elefánt, vagy mi a faszom? Nem, slow. Hogy beszélsz, he, moderáld már magadat, pofon már. A slon tesó az izéd, elefánt. Igen, milyen nyelve? Hát ez mindegy. Rendben. Szóval maga most elefántozott engem. Hát more, ne haragudjam. Hogy beszélsz ma még, he? Hát a baszom most mi jó veled? Kérjél tőle bocsánatot, he. Volt csak, tesó. Semmi baj, tesó. Figyelj, mert holnap lábbal fognak teszni, akkor beleszúrom a kis mindenki. Jó. Egész városba. Várt. Mit csinálsz? Semmit. Na, nem lenni ide. Dég! Elöktél el. Na, elöktél el. Jó van, szépen srácok, szépen. De miért aki jön egy csávot aló? Ha miért vagy befeszülve? Na, nyugi srácok, mindjárt jönnek. Lehet, csak. Aha. Rendben várunk, az elsz egy cigarettát. Oké, nyugodt. Én is cigarettázok van. Az jó se van szára, milyen napod volt? Urakat, hogy hívják? John. És a kopaszt? Ő meg Nick. Peti. Szóval Niki. Na Niki, Peti. Jó vagy? Jó. Milyen napod volt? El vagyok, köszönöm szépen. Engem Alfinak hírnek írni, Brady. Engem a Bradynak. De sok vagyunk. Elnézést, az előbb az ilyen a csúcsot. Elnézést kérünk. Véletlen kicsúszott. Honnan jöttetek amúgy? Brooklynból. Ja, Brook. Ott ez az elterjedt, hogy hell meg more. Ja. Érdekes. A gettóba. Hello. Húha. Nem jártunk iskolába. Még ezt a motorba ütözködünk, hogy SSS-nek az miért dolgozni, nem? Ja. Műszoriba. Faszomat. Azt nem értem, hogy ha gettóba jöttetek, miért nem tesóztok azok? Csak annyit tudok mondani, hogy tesó. Hát. Van itt egy gettó a városba, srácok, menjetek oda, nézdetek le oda a gettóba. Hát, szerelők vagyunk, tesó. Tesó, figyelj már, szerelők, most ilyeneket izéz, mondasz. Tesó. Hol dolgoztak? Esetben most mondtam először, haló. Ja, bocsánat. Nem figyeltem. Nem baj. Két napja jött a repülőt. Két napja jöttük a városba, két napja jött a repülőt. És már SSS-ek vagytok? Ja. Hallod, fél nap után már vettek fel minket. Ja. Az jó. Hát nyugodtan gyere be, nézd be, vagy kérdő az egyre. Ha figyeljetek már, egy kis probléma, hogy ketyeg az idő, de nagyon. Oké, hát itt van, na. Lefoglaltakban lesz az egyik. Akkor hozd majd a létszíves. Mi az az egyik? Hello. Csak egy van, nem? A másik Nikoé. Igen. Hát az egy. Pedig kettő volt, csak az egyik, igen. Jó, akkor kérünk két Beatrice-t, vagy egy Kate Sanchez-t. Mondatok papírokat, azt intézzük. Csak BF-400-on van. Jó az. Jó, oké. El tudod oda? Jaj, csak hozok 500 dollárt. Oké, mindjárt jövünk, ura, csak elhozott lefoglaltakból. Jó? Jó, akkor Niki, add már oda addig a tesónak a pénzt. Most kifizessem addig. Itt van nálam, 4000 az izi kápja. Na, Niki, addig megveszem. Melyik ütök a Niki? Nem tőlem kell megvenned. Akkor kitől? Hát a főnöktől. Ki a faszom fél? Ja, hát ez a morem. A főnök az nincs itt, a főnök asszony van itt, de attól kell megvenned, aki az autó. Itt van. Ő mennek a lefoglalt a B-ben. Ja, mind a kettő az övéké. Nem, csak valahogy el kell jutni. Szóval bátya, te vagy a legnormálisabb ittem, more. De várjam, ezt most nem értem. Én sem, more. Egy embernek el kell vinni a másikat lefoglaltba, hogy ne hagyjanak ott autót, érted? Értem, igen. Hoztok egy motort. Hoztok egy motort. Hoztok egy motort, és a másik motornak ki a gazdája. Ő még nincs itt. Na, ne idegesítsük. Na, hé, akkor nem viszünk semmit. Kettő mutat akarunk itt látni előttünk, ha nem, akkor menjünk a picsába. Vissza, de már mindjárt itt. Vissza, jó van, akkor semmi. Van ennek egy Sanchez-atok amúgy? Nincs Sanchez. Szabad lenni. Gyere már kicsit, ki az a izé? A zöld lerepjára, mert valamit akarod nézni. Mit szeretnél rajta megnézni? Gyere velem. Csá. Halló. Téged szóval csívnek? Niki. Niki Santoro. Ah, de jó, van egy Niki, meg egy Nikó is. Aha, jaj. Na, ja, te vagy az új, ugye? Jó, mondjuk Nikót, azt is velem. Marja, tesó, nézed máló! Mi? És ugye remat, tesó, nézzük már az itt. Sister, ő is érkezik. Most, hogy nézem, jobb, hogyha van rajtam egy kisebb. Uram, 10 perc múlva, akkor lehet visszajövök. Lefagy a fejem. Lehet. Mit keresel? Kis dolgom adódott. Hát a Dominát, Nikó kellene. Ja. Mert a Dominát... Igen, most elszaladtak. Mindjárt jönnek vissza amúgy. Aha.
Azok jó, meg... akkor jön, negyed órán belül visszajövök, jó? Visszaküldte, persze. Köszönöm addig is, viszlát. 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 Hát, gyertek már velem kicsit, gyertek, ez mennyibe kerül? Melyik? Ez a kék. Ő. Ha ez az, az gondolom, hogy... Ja igen, az... Ez kupé! Kupé! És ez kurva jó néz ki, ge... Várjál, be lehet ülni! Micsoda? Be lehet ülni! Ez kupé! Ez muszkli! Pász! Kinsa! Én nem tudom, ki tudja valaki nyitni? Ki tudod nyitni neki, hogy benne nézze belül? Nikó, a bukanál is a tiéd. Tessék! A bukanál custom, a kék izomódó is a tiéd. Enyém, nem. Ja, majd akkor ki kellene nyitni ezt is. Kicsi nagyon szép színe van, bozd meg. Már jönnek is. Na most kajak egy motor lesz akkor. Nem, kettő. Ja. Két motor van el. Várj, mindjárt nem rakom le a pu... Hallod, valóban elteszettem a kocsit, ahol ne terjem el itt a publikba. Ott a publik. Először vegyük már, még már el ne vigyék tőle a pénzt. De ott a publik. De ott. Nem akarom letenni publikba. Majd elvisszük mindjárt. Akkor hagyjátok itt, hát nem fogják el. Akkor zárjátok le, le és hagyjátok itt. Oda oldalra. Parkolja oda, oda, ahol áll a több, de leparkoltok, és nem viszi egy kutya sem. Összetörj a kocsit, ne így van. Kicsit akad neki rossz a szemüveg. Hát majd mindjárt írattunk neki egyet. Mondtam már neked, hogy nagyon vezetgesse amúgy. Mi van? Összetörtél még minden, bazd meg. De nem, de sem nem. Na, de mindig ezt mondod. Csak jó vezeti, mondtam neked. Nem, tudom, a véredben van vezetés, de akkor is. Nézd így, kérlek. Néha nem csak a véribe kéne lennie. Halló. Visszakérni. Uram, visszább az akarokkal. Nem. Mondta is, hogyha legközelebb ilyen van, akkor toljunk neki, mert ha elfogja, elfelejti. Hát akkor köszönjük szépen. Akkor hol van? Hát akkor hol van? Hát azt én sem tudom igazából. Átverté, fogadjunk. Én nem. De. Nézd, hát itt van. Megnézem. Jó. Mora átvertek pink. Ja, nem hiszem el. Ha! Mi robbant? Valami robbant. Kolléga felrobbant. Ott van a kolléga. Jó, hogy gyere. Bukanert ki tudod nyitni? Mindegy, gyönyik a faszon, veszik a fangcsi ezek a majd. Na jó, van, köszi szépen, sziasztok akkor. Hello. Nem kell. Na, most nem beszélni. Káca. Főnök a hölgyet? Vagy is hívják elnézést? Szára. Sergio. Szára. Ja, a főnök asszony. Úristen. Hát igen, van baj. Hát van, nem is kicsi. Jó voltam, hogy szerintem. Hát most is. Hát jó volt, csak többször nem kell. Így van. Ki van itt? Valaki, aki nagyon-nagyon sokáig van itt a telepen. Tegyél már fel a kezét. Aki nagyon sokat van itt a telepen, jó van. Meg tudod adni a számodat? Adna meg a számodat. Pillanat. 32-0-19. Várjál már. Hát milyen gyorsan mondod, már ne elhúgyja már. 30. Kérlek tégedet. Niki Santoro. Peti. Nem, Niki volt, vagy mi a tököm. Ja, Peti Niki. Jó, te Pöpöses, pöpös. 32-0-19. Jó van. Figyelj majd el, Niki. Majd csörgünk, jó? Ja. Jó van, tesó. Nem mentettem el a számodat, geci. Én elmentettem. Én nem. Ha majd megmondom, gyerünk. Na, Niki. Írjam neki üzenetet, jön neki. Írok, Peti. Írjál neki, Niki. Írjál egy, de persze. Az, ha van neki számcsot itt a terepen, szóljál már, akkor szívünk. Hogyne, jó. Írtam neked, nézd meg. Mennyiben mennél Sanchez itt? Ah, itt van, itt van. Hi. Igen. Pedig nem is azt írtam. Az nem én vagyok. Hát akkor valamelyik ötök, mert 13 másodperc volt.
De én voltam az amúgy. Mi, azt kérdezsz, mennyi egy Sánchez körülbelül? Aha, aha. Hát 8500 meg 9000 körül van egy. 8500, oké. Jó. Viszi szépen, vigyázz arra magadra. Jó kérdete. Szevasz, jó fésű turi ember, szevasz, kopasz, Niki. Szevasz, John. Niko. Meg Niko, szevasz. Niko, vigyázzatok magatokra, jó? Sziasztok. Csőszöpesek. Hello. Jó munkat kívánt nektek, és további szép napot. Okay, hello. Legyen nektek hello. Szerencsés. Nincs köztük, Niko. Nektek is, bore. Én voltam jó fésült, jól hallottam. Aha. Azt a kurva, ez nagyon kemény volt. Rendes fújja a hajamat a szél, tehát, hogy... Fussunk, 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 hadd lobogjon a hajunk. A kölyök megnevezte a neveket, vágod? Micsoda? Az enyémet megjegyezte. Az enyémet nem, nem Nikó vagyok. Hát, ja. Mondom, hol van itt Nikó? Anno, hát akkor ti még nem voltatok itt, egyszerre jött kb. Nikó meg Janis, és Janis is szőke volt. És folyamat összekevertük őket, de no joke, mindenki Niko volt, mind a kettőjük. Hát régen három ember volt, aki ugyanolyan frizurát hordott, tehát PD-n a három frizura, szín ugyanaz volt, meg az arc csontozat. Azt a kóra. Ez komoly, hát, hogy tudtad megkülönböztetni? Sehogy. Csak annyi, hogy van különbségbe. Akkor hogy hívtad őket? Egyes, kettes, meg három, sőt. Nem. Meg volt három iker, bőrszínben, hát kopaszok voltak, mindig kalapot hordtak, mind a három. Járőr volt, azt úgy különböztesd meg. Tudtok valami jó hátteret amúgy? Nem. Csináld egyedileg. Ja. Hát, szoktam. Na, ciao. Na, hello! Ciao. Újra sarasz ruhába jöttem. Mindegy. Hát, úgy néz ki, mint egy... nem is tudom mi. Egy nem gangster. Akarom mondani. Na, itt az új kollega, srácok. Üdvözölni John-t. Hello, John. Hello! John is kovasz. John, hol van John? Itt van látva. Hát ez Gregory. Nem. Mert ő kovasz lenne. Mario. Nem Mario. Meg. Akkor egy sapka nélkül legyen már Mario, mert össze fogok keverni Gregory-t. Nem Mario. Nem, Mario. Igen, hasonlít Mario. Gregory-ra nagyon. Jaj, tudom, én voltam egyszer San Marino-ba, onnan majd eszembe eljut. Marino. Honnan jöttél, Marino? Innen a városból. Jó, nem volt túl kreatív. Amúgy ő is van. Igen. Ja, azért ja. Kérdezem, mert Marino azért az... Verona, aha. Mi a kedvenc pékséged Veronába, összeset ismerem. Altuti. Az jó. Figyelj, 18 éves korom óta egy percet nem voltam ott, szóval gőzöm sincs. Hát de Altutira biztos emlékszel. Sá, nem tudok. Most egyet sem. Hány éves vagy most? Cső, figyelj már, ha eladtok valakinek egy autót, mondjátok már meg neki, hogy innen fogja tudni kivenni resi után, ha nem rakja le máshol. Mert ugye ott, tehát ha bármit eladtok, és ti itt tároljátok, onnan tudja kivenni, ahol ti leraktátok utoljára. Mert ideig volt egy trailer-esünk, meg egy hát sima autósunk, aki ilyen is. Hogy mindig tárolj máshol. Van azt hitte, hogy a Facebook-ból lesz, de... Bocsi, nem figyeltem, jó az? A trailer is ugyanott van, ahol az lerakja, aki utoljára. Melyik öttök kérdezte, hogy hány éves vagyok? Én. Nem, most körülbelül 35. Körülbelül? Körülbelül. Nem, úgy 35. Srác, hogy vett ugyanígy szépen, hogy valakit a lizét. Akkor én még mindig én vagyok a rambidus. És jó, akkor de nem. 39. 22-vel. Hát, és a 25-e. Jaja, az a jaj, nehogy persze. Már lennék a legfiatalabb. Halló. 21. Na. Hello. Azért, mondom, hát nem én, volt, nem én vagyok legalább a legfiatalabb. Itt vagyok. Figyeljetek, lesz egy új szabály Giuseppe-be, hogy amikor eladunk valamit, akkor meg kell mondani vevőnek, hogy a rámpoltás után ebbe a garázsba találja autóit, mert most elvileg csomó ember mindig kereste isteneken az a járműveiket. Hát de ha átviszik lámpoltás után, akkor nem mit lesz? Hát jó, de hogyha nem viszik át, ezt be kell, el kell nekik mondani, hogyha nem rakják le lámpoltásig, akkor itt lesz autó. Oké. Hát jó, de hát ez alap.
Azt tudniuk kéne. Hát ja, én két hónapon keresztül kerestem egy járművemet, aztán tegnap előtt vagy mikor találtam itt meg. Akkor annyira nem kereshetted. Na hát annyira nem amúgy, tehát annyira nem volt fontos. Sose nem volt olyan, hogy egy autón van két hónapig. Én is így vagyok, csak a nőkkel. Biztos? Ajaj. Biztos volt ez? Szí. Mhm. Hát Orlasz Falszinek nem lesz sokáig nője. Amúgy a Pacifico a legjobb pékség Verónában. Nem, Altuti. Altuti jobb. Sokkal régebb óta ismerem Tolight. Tuti az a legjobb. La Pacifico la Spiana. Hmm. Mi senti? Jó, mondjuk nekem most teszem 8 hónapja ugyanaz a kocsim amúgy. Jó. Hogy bűrsz annyit egy kocsival? Jó, mondjuk veszek más kocsikat, de hogy prioritás, akkor is az élvező. Nekem most kocsim sincs. Tehát nekem az Aston az akkor is kedvencem lesz. Ha más jobb kocsim lesz, tehát... Én vezetni sem. Milyen import autóid vannak? Helyzet? Nekem van egy Aston. Hát, hogy is mondjam neked? Ismerős egy tegnap ilyen dombos terület, ugye? Hogy ott állok egy szál semmi nélkül, hogy nem esetleg el tudsz eljönni. Jó, dobj egy kordit és már megyek is. Köszi. Mindjárt jövök, srácok, elszaladok a Royért, mert tegnap ott maradt egy helyen. Oké. Átérhetsz, köszi a követést! Cső, tesi! Cső! Figyú már! Na? A címkét magadon hagytad tegnap óta? Át tudod cserélni a telephelyen is. De... ja, értem. Figyú már, gondolkodtam, hogy egy móló, aztán megyek én is hozzátok, megyek dolgozni, ugye? Jó. Én jövök én is, csak ja. Hát tudod, hogy van ez. Itt a tegnapi műveletek. Én is úgy kértem egy fuvart. Meg szerintem veszek gyorsan egy inget. Amúgy elfelejtettem, most mindig egy fix rádió van bent, várjál csak, az melyik is volt? 59. Tényleg, ezt följöttem. Hello, sziasztok!
Hello. Mi a helyzet? Volt ma valami jó? Egyelőre nem. Egyelőre benn vagyunk ott a telephelyen. Eladunk, veszünk, ennyi. Ezért majd kéne egy kis találkoztatás, hogy te ezt hogy, hogy csinál pontosan, mert nem nagyon vágom. És hogy egyáltalán hogy van ebből most nekünk ilyen keret, vagy ilyesmi, mert erről nem is tudom, hogy most ő hogy megy. Ahogy ott a Sergio, Sergio elmondja, én is rákérdeztem, aztán majd elmondja. Jó van, mert ugye Sara szerintem nem mondta el, de nem baj. Sara, ugye? Sara. Ja, a felesége. Felesége? Aha. Felesége, jó van. Köszi tesim, azt akkor én is mindjárt visszacsonázok, csak átöltözök. Jó van? Imádok. Oké. Köszi. Cső. Ja, de nem is ide akarom berakni. Evetke, köszi a követést! Ki a másik John? Azon én gondolkozom. Hello. Hát ja? Nézd, itt van egy, és itt van még egy. Ja? De én voltam előbb, hogy rajtam marad az, hogy John. Te is John vagy, baszki. Hát le, ez az is. Ezt mondtam nektek, Kárt. Mi a vezeték neved, John? Kárti. MC. Milyen? MC Kárti. Kárti? McCarty? Igen. John McCarty. Hát akkor úgy fogunk hívni téged, te fekete vagy, ugye? Igen. Akkor te leszel Csalki. Jó. Na hát akkor Csalki meg is van. Aha, Csalki. Csokesz. Na. Téged meg úgy fogom kívülni, hogy szalkálas búzi. Benne kalapod a Csalki. Nagyszerű. A hajam az... Nem, amúgy nem úgy fogom kívülni. Júj. Jó, legalább nem vagy kopasz. Hú, baszki. Ez hogy legalább. Mikrofon úgy hívunk innen. Nem Csalki. Na jó, mikrofon, mikrofon. Milyen sűrű a haja? Ez? Két órán keresztül lett lakkozva, hogy jó, nem tudom rajta állni. Homlokod nem így, mert hullik ki haja, hogy mi történik? Mi a hullik ki haja? Hát akkor homlokod nem 10 év, egész feljel. Na jó, megyek kibontjuk, hogy mit csinálom rasszára. Hol van a döntött kerekű? Amúgy ez jó lenne. BMW kopi. Ott a... mi az? Bal szél. Merre? Bal szél. Ezért hordok kalapot. Nem vagyok annyira szép. Már rajtam kalap, látod?
Hát jó, csak hogy kalap leesik fejedről, vagy ilyesmi, amúgy arra megkérnélek titeket, egy srácok, ne nagyon változtassátok már hajakat, meg ilyeneket, mert... Most nekem a hajam. Én nem fogom, ne aggódj. Jó. De azt mondtad, nekem nem nagyon bejön a hajam. Hát jó, nem azért, csak ízé. Most értitek, srácok, egyszer megszokom már, hogy ilyen hajatok van, vagy nincs hajatok esetleg, és aztán megjelentek izé. Elvis Presley-ként, azt honnan tudjam ki kicsoda. Amúgy tényleg kajakén az a haj. Hát, ez kurva jó. Jó, ötletet adtál, jó, mert csak fodrászol. Fodrászol? Hát persze. Nekem olyan is van. Én most nem költök pénzt üzére. Fodrászra egy más. Na akkor mire költöd? Kurvákra. Hogy is? Hajjára. Most ugye őszintén. Micsoda? Mennyibe megy? Hanyászó vagy. Tehát a szívem merre vagy? Ezt vezetésen. Során tudod, hogy az anyának... Amúgy valaki tud segíteni a rádió hangjánál. 59, hangjánál. Vagy hogy érted? Ah, vagy hangosabb legyen már. Milyen hangos aha nekem. Hú, csak itt nehéz elmondani. Applikáció kell. Ja, gyere be oda. Azt a közösbe. Mivel? Oda nem tud bejönni, csak gyakorlatot. Akkor... Vagy jó. Mi a neved? Hát na, tehát nagyon nehéz megtalálni. Az a baj, nem tudom elmondani. Én az utolsó ember, aki bejött. Melyiket? Hát ilyen... úgy lehet kiolvasni, mint a Zoli lenne. Miért ülök? Amúgy szerintetek is búzis az ingem? Mert minek? Szép tapon. Szép tapon. Egy ingyenes bravádót keresek. Itt van, jöjjön. Már van. Gyere már! Előtt a mentés úr! Uram, miért szabad kijelni?
Meg akartam mutatni a Pravadorát trackot. Gyere. És aztán olyan éveket használt, hogy elém szabad. Mert átcserélem most már. Hol érez fájdalmat? Csátos. Hát, ahol belém jött. És hol mentem ember? Itt az ágyékon fölötte. Nagyon picivel, hogy még szerencsém van. Gyere már, tess egy kicsit. Még felhúzzuk itt az inget és ezt a kis mennék ki. Né, befertődre. Batya. Hál' Istennek kisebb horzsolások vannak, csak szépen pekenjük. Hámosító krémmel. Né. És teszünk rá egy kötés. Majd igen, de gyere már egy kicsit. Pillanatra. Né. Na, nézzé. Tudod, csak azt akartam megkérdezni, hogy a címkét azt hol vehetem le, tudod? Bent. A címkét, tudod? Most már látom. Jó. Jó, jó, kösz. Sziasztok! Nem tudom, mit csináljunk, baszki. Kicsit gondolkodom, várjál. Jaj, hogy van benne egy 10 000-es ültetés, aha, aha. Hát... az a helyzet, uram, hogy szerintem amit itt tudnánk érte ajánlani, az önnek sehogy nem éri meg. Hát amúgy szerintem se. Ilyen... 40 000 gondolat. Ó, értem. Hát igen, az nem érné meg. Ja, mert a felét adnám, hogyha lenne igény erre, de... de nem hiszem, hogy... hogy erre lesz igény ilyen 50 fölött. Az miért van, hogy én nem tudom kinyitni most az ajtót? Nem, eskü, figyelj, ide jövök. Nagyon meg szeretnénk már válni ettől a Bravado Retractor? Igen. 5000 ér is. Hát miről beszélsz? Nem, 10 alatt nem. Hát nincsen kajak. Honnan is itt a baszad? Jó. Oké. Okay. Figyelj, figyelj, egy telefonszámot azért adj el, azt, hogyha kell, hogy döntött kell neki, akkor el tudod vinni. Oké. Okay. Igen. 46436. Oké. Okay. Ja, nagy benisz tulajdonos. Szia. Na. Hát, mentem, láttam, jöttem. Gyere, Szara. Jó, köszi, uram, akkor majd hívjál. Jó, ciao. Meg a színemben is. Hello! Hello! Szép jó napot. Buongiorno, tudod is segíteni? Érdeklődnek a motorról. Motor? Itt, itt, kellős közepén, igen? Várjál, hívok valakit. Chopper, nem a téde Chopper. És pont nem, most megyem meditálni. Menjem a Dodge-ot hátul. De nem ő. Na, hát így jó. Itt helyben. Aha. Feszek. De van kedvünk, gyere majd. Aha. Most gyúrnál, majd ész. Az AG-be minden? Hát mai nap, ja. Nem látszik. Szét vagyok tesítve. Hát, várja, megnyomok, megnyomom itt az izmaidat. Tehát azért még lehet már rajtam itt verni. Hát azért, na. Tehát azért hát, nem ez az azért semmi. Megváltoztatod az inged? Igen. Előtt... Csak itt tudod, szokták mondani, hogy ez a trinyó. Hát nem ez a trinyó. Ez a trinyó. Hát ez nem trinyó. Hát ez nem az a trinyó. Ez trió. Rémálmok lesznek, érted? Tehát ez itt azt a... az öcsökkel megtalálunk, éjszakkal ledurrantunk. Csak úgy mondom. Az öcsökest feljön a Hős utcából, neked annyi? Kit és mit? Ja, semmi. Majd megyek a Kőbánya Kispest alsó aluljáróba. Nehogy valami történjen, az valami vákum keletkezik. Eszek egy jó aluljárós giroszt. Be van lassó a zsebem, mint a csiga. Na hál' Istennek, ja? Te mi az, hogy elássóba? Ti mondjátok rám, hogy búzis az ing. Hát azóta is. Ez? Miért lenne ez? Már sárga az buziszi. Te rajtad már mi lesz, az lesz. Jó van. Szara! Nem, jól néz ki, amúgy nem buzis, unisex.
De ez miért? Ez sárga ez színű. De sárga színű, ez de most mi a azért, mert a citromos vagy a kedvencem. Nekem meg a kanapé, meg a fehér. Kanapé? Aha. Kanapé mi? Tudjátok, mikor van egy nagy kör, van egy fehér kanapé, egy fehér emberrel. Oh. Ó, isten. És ez nem mikor bújis érzi. Mikor megvettük mégiscsak a retrakot? Tízért? Hát nem tudom. Tízért? Szára. Már akkor már megveszik, mert 8500-et ajánlott. Ez bújis ez az ink. Most cseréltem le a rózsaszín. Hát amúgy nem. Actually. De azt mondják, az a köcsög Nikó. Jó, hát Nikó bazzak. Nézzél rá fejér, azt ő lenni búziért, Michelangelo baszt egy hónapon át. Hát de igaz az igaz? Jó, inkább nem állok neki háttal többet. Jaj. Azt mondták pedig kiemelni még a bőröm színét is, meg az órámat. Ja, de ami no joke. Actually. Nekem tetszik. Az jó, az a lényeg, hogy a főnöknek tetszel. Persze. Ja. Nikolnak mondtam, hozok neki egy aluljárós gíroszt, ha nem fejezi be. Nikolnak semmi nem kéne, csak fasz, szerintem seggében jelenleg. Tudok egyet. Jeded? Hát ezt felsőt, Janis. Melindájét. Ja, igen, amúgy ez nem rossz ötlet. Azt mondtam, már találkozott vele, csak túl nagy. Nem Nikónak. Ja, éppen. Oh my god. Most mesélte pont, hogy valami sikát, hogy összefutottak. Nagyon beteg a fiad. Hello? Mit segíthetek? Ez a jószág lenne az. Janis elhunyt. Ja, ezt szeretnél adni? Ezt szeretném becserélni, illetve megvenni a batét. Ne viccelődj ilyenne. Te tényleg? Most hullaság vagy. Elájult, elájult. Ennek nem. Lendl, Custom, mi az Istenemnek neve azt mondja, megnézem. 8000 dollárra volt jár, és maradtam bele nagyjából 1500 dollárnyi külső tuningot. Igen. Az a helyzet, uram, hogy külső túlnégat nem tudunk felszámítani. Jó, nem szóval bánom. Szóval el kell szomorítanom. Ez csak. Az autóért, hát ezt, mondjuk, ha beszámítjuk, akkor ezt 4000-ért tudnánk levenni. Ha beszámítjuk, akkor kapjátok a 4500-öt. 4500-öt, és akkor 3500-öt kellene meg a batihoz. Így van. Ha odaadom a 3000-et meg a kocsit. Jól legyen. Rendben. Akkor hozni 3000-et. Hát a talam az úgy nem pálya. Hát annyira nem. Inkább az a baj, nálunk készpénzbe kell fizetni, mert levont úgy a bank, és akkor már más a helyzet. Úgyhogy menj el nyugodtan, nem tudom hol van pénz, de oda, bankba. Rendben. Pillanat. Oké. Okay. Jó fej voltam, mert már 5000 éve az a motor, szerintem amióta itt vagyok cégnél itt van. És most már ideje volt, hogy elvigyék. Nem is baj. Kurva lassú motor, szóval inkább vigyék faszba. Hát van még egy kettőt, amit nehezen fognak elvinni. Hát, tudom. Pont ott hát ez a két furgon, vagy három. Tényleg, amire persze. Nulla esélyt látunk, hogy elvigyék, azt nem kell bevenni, ugye? Hát, igen. Nem mondjuk... Van egy-kettő, például ma amúgy egy csímel át, vagy mi csígú... Hát tudom, én vettem. Ja, bocsánat. Azért nagyon hasonlítottak Márióval, ez nagyon-nagyon nem lesz így jó. De, nem. De! Megkérdezem a mentős utat, hogy szeret.
hát elviszi a mentős a tezeraktát. Mennyiért? Hát még csak kérdezgeti. Azt el kéne adni, srácok. Visszajött a kocsis szara. Valaki más okay, segítsen megyek. Neki, valaki megyek, más segítsen. Mivel ma vattam a kocsit, úgy tűnik, hogy nem tudom átadásvételiztetni. Uh-huh. Szóval akkor visszajövök holnap. Oh, oké, okay. Akkor addig visszaadom pénzt. Én pedig visszaadom az adásvételit. Pillanat, elmegyek, leteszem a pénzemet és jövök. Ed, bocsánat, úram, ezt nem tudom. Semmi baj. Csinálni. Ez nem az önni baj. Örvendek meg minden. Sok sikert. Viszlát önnek is. Tetszett mentősnek te az elek? Nem. Ciao, Ioannis.
tudsz információt adni arról, hogy... Tehát, hogy márka, meg ilyesmik miért? Ja. De azt nem lehet, hogy ki az autó, szóval azokat mindig meg kell kérdezni, hogy ki lenni XY autó. Jó, rendben. Akkor most én nekem amúgy nem is szabad eladnom meg, nem gondolom. Hát nem is tudsz, mert tehát, hogy nem tudsz ugye pénzt kivenni kasszából, amivel megvennéd, és nem tudsz eladni, mert az meg mindenki csak saját autóját tudja eladni, tudom, a saját nevedet. Jó. Szóval rendben. Igazából nem azt nem szabad, hanem nem tudsz. Jó, rendben, köszönöm. De majd, ha cseperedsz felfelé arra, az jó, hogy vagy. Akkor majd tudsz. Így van. Mikor lesz itt a harmadik tojás? Jó vagyok, köszönöm szépen. Tudjátok? Meg felhívom egy pillanat, megkérdezem hátra már. Tojás? Hát mert olyan, mint három hímes tojás ajánlok. Ugyanabban ingben. Vincent, meg... Hát nem... De ez nem Vincent. Nem kapcsolatom. Én nem Vincent vagyok. Vincent ikertes olyan meg... Roy vagyok. Roy. Ja. Roy meg Nicky. Annyi? De Nicky, igen. Nicky Lauda. Ja. És akkor van még a coffos, a kis izé hernyós nyakú. Ne. Mert vele még nem találkoztam. Tegnap Tuzi találkoztam de, vele. Igen, rájöttem. Milyen hajú volt? Hát ilyen... Ja, hátrafele menő. Hátra van fondba hajú. Kékszínű haja van? Jaj, annyi szene. Most tehát az nem rossz kérdés, vagy nem tudom, fel lehet tenni. Lehet ez ilyen bunkóság, vagy nem tudom. Tehát, hogy így... Ugye most mi biztonsági örködünk. Uh-huh. A fizetés, ugye, mert mi nem tudunk eladni, vagy bármi. Uh-huh. Az hogy, hát a fizetésrendszer az igazából úgy működik, hogy időszakosan kaptok jó. Fizetést. Jó, de igen. Okay. Jó, hogy biztonsági őrök? A biztonsági őrök, hát igazából ezt megbeszéljük, hogy pontosan mi cél, de én úgy érzem, hogy nektek az a hivatalos, hogy biztonsági őr. Jó. És az lesz a megfelelő. Tényleg egy kicsit másképp lesz fizetési mód, mert most akarjuk bevezetni, hogy egy-két rang kapjon már, tehát hogy beállított fizetést. Csak az a baj, annyira nem akarjuk, mert nagyon egyszerűen ki lehet játszani. Hát igen. Hát, mert becsületesség, ugye? Inkább egy szóval. Ja. Jó van, köszi. Csak bocs, hogy rákérdeztem, csak nem tudtam ugye eldönteni, hogy... Ja, nem, nyugodtan kérdezni ami ezeket. Tehát most nyilván fizetés lenni munkahelyen fontos dolog. Nem, egyébként amúgy én itt nagyon jól érzem magam, mert volt olyan munkahelyem... Mióta vagyok a Prokiba tegnap? Olyan társaság volt, hogy nem tudtam beszélgetni se inkább, mondom. Aha. Tehát nek kedvem se volt ugye, ilyenek. Nem ilyen információ. Úgyhogy itt mondjuk itt pont jó nekem szerintem. Na, hát van mód jelentkezni, csak most nem annyira lehet. Prokiba vagyok. Eladó. Hát mikor lehet, amikor a applikáción kiírni? Kiírjuk egy szerelőt ahhoz a motorhoz? Ez egy trükkös, ciao. Hát én arra gondoltam, hogy ne kelljen kifizetni kiszállási díjat, inkább beviszem. És akkor ingyen megúszuk az egészet. Mm-hmm. Úgyhogy lehet el is viszem, csak nem tudom ki jelenni quad. Ciao. Ki jelenni quad, srácok. Hát, az jó kérdés. Jó kérdés, igen. Hát nem a tiédek. Nikon nem tiéd? Nem. Enyém a zombi chopper ott a végén, aztán annyi. De ez igen. Beújítottál egyet? Már rég megvan. Ja. Hát nem tudom, hogy hogyan, de elvileg Marcello-é. Ja, a zöld. Akkor van valakinek még egy. Aha. Hát itt van még egy, ez nem? A fehér. Hát a fehér az enyém. Ja. És van most a tervezetben egy másik, de elvileg az zöld. Most melyik ezt... az? Melyik? Hát elvileg zöld lenni Marcello nevén. De melyik autó? Street Blazer. Ja. Ez a nevem a quadnak. Jaj, bocsánat, ugye? Uram, fékezdem magát. Se egyezik, szóval nem. Ez még valakinek van. Bolyog, feszülve, bocs. Tessék parancsolni, mivel segítettem. Nyugodj, nem kell aggódni. Én nem vagyok, csak elhoztam itt az urat. Ja? Melyiket? De benne ez van, Hot Rod Blazer. Valami Giuseppe is. És kell még valami? Ó, itt az én járművön. Nem akarja eladni? Az a kettő.
Facak járgán. Szerintem nem, nem akar jelad? Nem annyira hallom magát. Én sem. Elnémult. Kicsit. Teljesen megkukult. És ugye bevettük többért. Ugye kedves Igor, azt gondolom, hogy a kettes motor az. Ó, Stefán, köszönöm a követést. Kettes motor ellen nem tudunk semmit se felszámítani, mert egyedül mondjuk egy 85-es autónál ér már annyit, hogy tudjunk rászámítani. Ja, annyit, olyan értem. Autót meg úgyse úgy veszünk be, tehát hogy értitek. Most az, hogy valaki azt mondja, van kettes motor, a fele autóban amúgy alapból van, a másik fele meg körülbelül $200 vagy 500 maximum. Ja. Meg csak kitalálják, hogy van benne. Jaja. Azért mondom, srácok, hogyha valaki ma is bejött valaki egy full tuningos autóval, azt hiszem kiderült, hogy csak motor volt benne, semmi ja, más. Ja, igen, igen. Szóval mindig, hogyha valaki így jön be, akkor mondani, hogy menjünk be nézbe, és akkor szépen majd megmondják szerelők, vagy Mizu. Fú, ide jöttek ma azért... Milyen autóm van? Az SS-esek, és ott már elkezdtek vitatkozni. Egy teherautóm, amivel a trailert hát, szoktam húzni. Valaki volt ezen az esetben, horgászni, és akkor, hogy miért meg egy motorom van, de azt most eladom. Az a hölgy volt. Az egy hölgy, ami van az esetnél. Nem is tudtam, hogy van ott hölgy. Ja, meg egy gyeres hatot van, most. Akkor most veszek majd holnap egy gyeres hatot. Na, szia! Oda nem menj el, nagyon ideges, nagyon ideges. Nem, nem cégbe, hanem csak oda megyek. Tehát, hogy érted? Gyalogolni. Nem így van. Hogy nem lenne jó ötlet. Ajjaj. Lehet, hogy kérdésem? Na. A szerződések hogy állnak? Vagy hogy lehet tudni, hogy csak már nincs szerződésünk. Nincs egyáltalán? Vagy van? Szerintem komédiában van egyedül. Ja, komédiában. Ja, kajak. Ja, igen. De a Riffon lesz meg úgy sem annyira érint, mert mi hozott nektek kaját, szóval. Persze, tárolóba vehetsük el. Nem kell kuplálnod magad. Okay. Mint én az első három napomba. Nem merted megkérdezni? Nem, azt nem mert nem volt nálam kaja. Csak azt meg nem mertem enni, mert nem tudtam, hogy van a tárlóban. A kommunikáció hiánya, látod? Így van. Persze, akkor még nem tudtam ennyire, akkor még nem voltam anya baszó, régi szép idő. Az igen. Akkor most befordulós voltál ezek szerint. Nem. Hát azok voltak jó idők, amikor még nem beszélt ennyit. De hallod amúgy? Szegény Nikó, csak le van húzva mindig. Szegény. Most öleljük meg, hogy jobb kedve legyen? Ja, nehogy. Biztos nem. Elmondjuk ja, az esetben, mondtam, figyelj Nikó. Mondtam itt Johnny-nak, hogy Mario-nak, hogy a falakat ugyan szépen festegettétek oh. Mihály Cselóval. Ja, ne. Főnök ideges a Porsche-ra amúgy. Hét rugdosta. Ijjap, ő mi lesz? Abba fürdés lesz, tesó. Hát abba fürdés lesz. Az igen. Az igen. Ez igen. Amúgy figyelj már, nem no. Tudom, hogy vegyek el. Most gondolkodok, mert hogy mikor mennénk el, meg ilyenek érted. Horgászni? Hát ja, ezt én mondom. Hát ugye Szergyó azt mondta, hogy lehet, hogy ma lesz egy ilyen közös horgászás. Az jó. De mondom, okay, mondtam neki, hogy mondom, 300, hogy 400-é tudok horgászbotot, azt mondta, hogy meg 300-é. Akkor kéne amúgy, bazzeg. Meg erre amúgy adnék egy 10-est megint, de amúgy azon kívül nem tudnék már, mert nagyon nincsen most keret nekem. Beszéltél már vele amúgy? Hogy érted? Kérdezted azt, hogy van a monitor, meg ilyenek? Ja, de most ezt nem fogom hangozni.
Köszönöm, köszönöm. Nincs mit. Hát ez van, megrúgta a Porsét, hát most. Oh, még megvan. Itt van. Micsoda? A megőrzés az $1000 lesz a megőrzés. Megőrizzük a dolgait, érted? Nem is tudjuk, hogy mi van az autójában, nem nézünk bele alapjában. Hát így kevés Rolex, aranyoklánc. Nem, mi nem nézünk bele, úgyhogy itt megbízhat bennünk ilyen téren. Tudják, itt vásárolom, nem? Meg az a tartalmára is, igen. De miért hívnak már egyből? Fontos embernek tűnik. Mi újság? Na, leordítottad Szelának a fejét? Ja, nem, csak mondtam neki, hogy lehet vissza kéne hozni kocsit, mert benne van $100,000 kokain. Ja tényleg! Az király. Ja tényleg. Igen, 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 és nem, ez városiban, nem ő. Mindjárt mondja? Hát beleesett a vízbe. Jó. Mennyire lennél ideges? Még előbb majdnem sikerült azért, mert kivitte egy pár hát, kerítést. Hát, szemem nem volt legjobb. Hey Siri! Ez milyen motor? Diabolus Custom. Meg lehet nézni, hogy mi? Persze. Várj egy kicsit. Igen, megnézheted nyugodtan. Ja. Mindjárt jövök. Oké. Nem tudok felülni. Nem baj. Mindjárt jövök. Hát menjünk. Hát vigye, nem lapjál. Reméljük. Melyik kocsival jött? Láttam, hogy autóval jött volna egyébként. Hát nem arra figyelj. Nem jött autóval. Akkor ez mondjuk baj. Ő lopta el. Mit? Hát az egyik BF4-szomat ő lopta el a kis kínaival. Igen? Oh. Hát akkor van egy autónk, gyertek. Hú. Katocsa? Én mehettek bármivel. Szóljátok, hogyha látjátok. Micsoda? Tudom, hogy ha van a csávó, menj a mézbank fele. Nagyjatok itt. Szóval neki megtalálja. Szerintem lenni a... Ha? Gyere vissza telepre, mert kéne webökkel foglalkozni, keresünk egy embert, aki ellopta a motor. Én mindjárt megyek, kettő perc. Hova van a tesó? Nem vagyok tökéletesen. Várjátok. Mi is oda? Várja. Na nem tudom, de nem figyelsz nagyon. Mindegy, várja. Visszahozta, csáó. Visszahozta, srácok, visszahozta. Oké. Okay. Jó. Állj már meg egy autómat, hanem állj már meg. Na majd menjünk a izé dibenzínre, mert tiszta retkes. Jó. Sorban. Mindjárt itt nyugodtan menj be, tesó. Most... Lemoshatom az autót és jövök. Oké. Tíz nuggets és tíz top joy. $600. 600? Most számot a számot tudsz mondani? 10-21. Át is utaltam. Kösz. Én köszönöm, halli. Ki ez a bronzszínű chopper? Enyém, Niki. Egy érdeklődő lenne iránt a gyere elég. Megyek. Ja, loptam.
Utaltam. Menjünk, majd visszajött később, mert a motoromat el akarják vinni. Jelölésben néha segíthetni ilyen térre, mert nem tudok minden fejből én se. Bal. Hát most már tudom. Jó. Be dolgozok és rákötném a tabletet Bluetooth-szal. Oké. Okay. Meg lehet... Hello? Igen, igen. De szerintem nincs benne semmi. Inkább megnézem majd a telepen. Hogyha megveszem. Na igen. Okay. És ez lenne a másik. Ezt ki tudod nyitni neki? Aha. A zombi bobber mennyiért arra adod? 8000 a boltba, 6000 ér. Oké, okay. Megnézem akkor mindjárt jövök. Pillanat. Pillanat, én vagyok. Hol vagy? Most jövök vissza, de azt hiszem, hogy már nem kell annyit. Nem kell neki? Tudod, ez Danyémet próbálja. Jó. Ja, ez volt a tiéd? Azt hiszem a koponyás a tiéd. Mit mondtál? Az a zombi chopper a legvégén. Most vitt el. Most láttam, hogy koponya van rajta, passzol. Na mindegy. Szar a szemem, vagy nem tudom mi van. Tesó. No. Hát nyomjunk már egy ilyen B-pízes izét. B2-t, érted? Micsodát? Fotó elejére, érted? Ja. Szeges, hogy mini nem vagy itt, Szára. Ha itt a csávó. Itt jó. Ez jó, egy kis kókaint. Egy szerelő úrral. Igen, igen, szerintem mondtam. Hangja, az rohadt jó. Tessék! Csak jó, kurva jó a hangja. Ugye igen, ez jó az a motor, jaj, jaj. Jaj, fölállítom már ezt a motor. Haladikó. És nincs benne sok kilométer, azt is megjegyezném. Aha, ezt nem néztem. Hát van benne ilyen nyaklás. De mennyi van benne? Szerintem ilyen 100 körül talán. Ja, 83, az nem sok. Ja, ja. Fú, hát nem tudom igazából. Ugye vagy egy ilyen típust akarok venni, ami ott van, ilyen gyorsasági. Vagy egy ilyen choppert. Szóval én két vég lesz. És ezt meg, ha jól mondta a kollega, ez 500-zal több. Ha, igen. Tessék! Azt a zombi choppert, ezt nagyon sokan szeretik a városba, azt tudom. Igen, sokan mondják, hogy elég jó. Ez illegális. Most nehéz a döntésem. Hello. Szia. Nem tudom eldönteni egyszerűen. De melyiket ajánlja így a kettő közé? Hát én a zombi choppert. Én próbáltam azt is. A zöldet. Nekem nem. Szerintem jobb a zombi chopper egyébként. Kényelemre is. Gyorsaságra is. Akár tuningolásra is. Mert milyen fél tuningok lehetnek? Ugyanúgy minden, motor, váltó, stb. De erre van a külső tuni? Azt nem tudom, de a zombi chopperre biztos, hogy van. Tehát arról le lehet szedetni ezt az ülőkét, ha nem tetszik rajta, amit a sárvédőn van. Mindenféle matrica van hozzá. Hát nem tudom, nagyon nehéz a döntésem. Hát szerintem én amúgy azért választom ezt a zöldet, mert amúgy kicsit ilyenféle kategóriára szeretnék menni. Uh-huh. Maga tudja, amelyik jobban tetszik. Ugye most így mondom, hogy zöld, de mindazt egyre jobban jön az érzés, hogy lehet a másikat kéne. Nem tudom.
Hát nem olyan nagy összegek egyébként ez. Hát tudom. Mert ez amúgy gyors ez a motor, ez a matricás? Nem. Talán még lassabb, mint a zombi chopper. Kis köpcenti az a baj, a zombi chopper meg egész más. Értem. Hát... Nem tudom. Ezek egy nagy komédia, vagy milyen komédiások, ezek itt dolgoznak? Ezek hárma? Ez a három autó, mert egy maffiának tűnnek. Nem, szerződésben vagyunk benne. Ja, értem. Fú, hát nem tudom annyi. Hát ezt a három kereket nem szeretném. Ezt a quadot sem, mert volt már quadó. Ó, de nehéz a reddék. Most nagyon nehéz. De tényleg. A chopperre tudom, hogy szeretném. De a másik motort is. Ez nagyon jó, mondom, ez tényleg nagyon jó. Én ezt nem mentem vele sokat, mondom be, pont az enyém egyébként. 85 kilométert mentem vele, de az elég jó. Nem fogyaszt sokat, ezt nem tudom, hogy fogyaszt ez a másik. Mit is mondott ez mennyi? Tudom, a zombi? Uh-huh. 6000. Na jó, akkor legyen a zombi. Jó, hozok egy adásvételt, jó? Ki lehet egyével fizetni? Utalásra? Nekem ki tudja azt, igen. Okay. Srácok, adásvételit honnan tudok kivenni? Hát, ez 5000 lenni boltban. Nem, ez 50000. Hát, ez szomorú, mert 5000 lenni. Srácok, adásvételi kéne nekem. Raktárban mondtam, raktár. Leslie Laci, köszi a követést. Jöjjön uram, átíratjuk. Jó, 5000. Gottan átutalhatja. Mennyi akkor? 6000? Igen. Mi a számla száma? 643. Megkapta? Jó. Nézem. Remélem. Igen, megvan. Oké. És nincs nálam egy dollár? És kéne adni egy dollár? Jó. Tudok egyet. Egyébként én akkor szóltunk, remélem az nem gond amúgy, Sergio. Nem, én nem. Elállna. Sikerült? Ja, hát készpénzbe gondoltam. Ja? Te van készpénzbe? Aha. Köszönöm. És akkor elvileg ugye meg tudja írni egy dollárra? Igen. Erről itt vagy? Pillanat, csak muszáj meditálnom, jó? Oké. Kész is leszünk utána egyébként. Oké. Kéne a szürke.
Hú, de egyszerre volt. Én így nem mentek el, amit az oroszok. Szállni be fehér mercébe mindenki, aki itt van tőletem. Gyere! Niki! Itt vagy, Niki? Ki van még telepen? Niki ott meditál. Úr? Vagy Niki is? Gyakornok úr hol van? Kit most felvettünk gyakornok. Nincs Johnny. Rádion? Mario. De úgy értem, hogy válaszolj rádion. De aztán, hogy ott vagy a telepen. Na végre. Na figyelj. Hogyha visszamennek ezek az oroszok, szóljál, légy szíves. Rendben, rendben. A Busy Gamer CDS-ed.
Hiába maszkot vedd le. Hello. Jó. Mi? Vagyok. Ja, jó. Amúgy figyelj, a... Igen? Van valami így a cég garázsba? Micsoda? Hát itt van valami garázs a céges, na. A meszát tudod innen használni. Mesa. És az miért jó? Hát hogyha valahol akarsz ugrani, az el tudsz menni. Ha. Hát az nem. Roy, merre vagytok? Költözködni. Tessék? Költözködünk. Amik egy új szertet, Giuseppéhez. Új szert Giuseppéhez. Micsoda? Miért csinálnak új szertet Giuseppéhez? Ja, nem tudom. Ja, lehet a biztonsági öröst. Mondjad. Figyom, most annyit mondott Szerzső, hívjálak fel is, ne kérdez, hogy létsz és most nem nagyon kérdezősköd, jó? Így rád írom. Ja, jó. Jó, majd megbeszéljünk úgyis, hello. Hát, hogy cseh.